Egyszerű volt a képlet a meccs előtt, nyíregyházi vereség esetén benn marad a Honvéd, a cápák győzelme esetén pedig az utolsó forduló dönt a kiesésről. Az első negyedet 8 ponttal nyerték a hazaiak, 20 perc játék után pedig 10 ponttal vezetett a Honvéd. A harmadik játékrész végére 16 pontra nőtt a különbség, majd a cápák mínusz 19-nél elkezdték a felzárkózást. Az utolsó percben már csak 2 pont volt a fővárosiak előnye, azonban ennél közelebb kerülni nem tudott ellenfeléhez a Nyíregyháza. Végül 7 pontos vereséget szenvedett Darko Radulovic együttese. A forduló másik két meccsének eredménye a következő: Szeged-Kaposvár 94-89 és Atomerőmiese Oroszlány 80-83. Az alsóházi tabella élén az Oroszlány áll 21 ponttal, a Nyíregyháza 12 ponttal a hatodik. A kék cápák szerdán a Continental Arénában 18 órakor kezdődő mérkőzésen az Oroszlány ellen búcsúznak a szezontól és az első osztálytól.